Hatalmas gólokkal indította a vajdasági derbit az újvidéki Vojvodina együttese Szabadkán. A Spartacus Vojput játékosai csak nagyon lassan tudták felvenni a játék ritmusát, így már a mérkőzés korai szakaszában 7 gólos hátrányba kerültek. A meccs végéhez közeledve a szabadkaiaknak ugyan 22-22-nél sikerült egyenlíteni, de a mérkőzést végül 28-25-re elvesztették. Az újvidéki együttesben az orosz Alexi Rastvorcev kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és 9 alkalommal talált be a szabadkaiak kapujába. Мы смопочнали добро играть, и я мыслил, что добьем побырзе 7-8 раз. После сгрешили смо и до краю играли, никой не знал, кой да победит. Но я срещен, что мы победили. Хвала. Az összecsapás egyik legérdekesebb jelenetei közé sorolható a Vojvodina edzőjének kiállítása, aki nem csak a bíróknál ütötte ki a biztosítékot, hanem a közönség tagjaival is hangos szócsatába keveredett. Az incidenst követően Nikola Markovics a sajtótájékoztatón nem kívánt megjelenni, így Dragan Kukić segédedző értékelt. Došli smo u situaciju da kroz promašaj gubimo samopouzdanje. Ekipa Spartaka je to prepoznala i normalno pokazivala svoj kvalitet i tokom utakmice nas je kažnjavala da bi ovu utakmicu sredinom drugog poluvremena uveli onu totalnu rezultatsku neizvestnost. Ovako kako smo mi danas pobedili, mogla je da pobedi i ekipa Spartaka. A mérkőzést követően a Spartacus Vojput edzője igencsak csalódottan nyilatkozott. Ja sam pred ovu utakmicu bio optimista. Računao sam na umor Vojvodini, računao sam na mnogo bolju realizaciju moje ekipe, računao sam na više odbrana mojih golmana. I promašio sam. A Spartacus Vojput ezzel a vereséggel a tabella 8. helyére csúszott vissza, a Vojvodina pedig egy helyet javítva a Szeha Liga 6. helyén áll.